Köszöntöm Miért című műsorunk nézőit. Itt vagyunk a Kaposvári Riprónai Múzeum Riprónai Ödön gyűjteményében, és vendégünk dr. Gáspár Ferenc Kaposvár díszpolgára, aki régóta kutatja a nagy magyar festők életét, munkásságát, és nem véletlenül ugye a helyszín, hiszen Medgyánszky előtt Riprónaival foglalkozott. De honnét jött a művészet szeretete? Mikor kapcsolódott ez be az ön életébe? Hát igazán, mióta eszembe tudom, mindig szerettem a szép tárgyakat. Szerettem, hogyha szép tárgyak vesznek körül, de nagyon sokat köszönhetek a Képzőiskolában Rúzs György tanár úrnak, aki belénk oltotta a művészet szeretetét. Hogy aztán pontosan hogy kezdődött a Riprónaival kapcsolatos kutatásom, az a Kaposi Borkórház 150 fennállásának 150 éves évfordulójára esnek a kezdetek, amikor egy nagy tudományos ülést szerveztünk a jubileum alkalmával, nemzetközi résztvevőkkel. Angliából ketten is jelentkeztek, és nagyon meglepődtük, mert mind a kettő orvostörténeti tárgyú előadást jelentett be. Akkor derült ki, hogy mi ilyennel nem készültünk, és hát rám hárult a feladat, vagy magamra vállaltam a feladatot, hogy mivel a társasági programban a Riprónai Múzeumnak, illetve hát a Róma villának a meglátogatása is szerepel, akkor miért ne próbáljunk egy ehhez kapcsolódó témakört feldolgozni orvostörténeti szempontból. A korábbi riprónai kiállításokon rendre szerepelt egy vezértörzsorvos címen ismert portré, amelyet 1916-ban a fronton készített Riprónai. Erről tudomásunk volt, de az elkészültének pontosabb körülményeiről, illetve hogy ki ez a személy, kit ábrázol, ezt tűztem ki magamnak, hogy megpróbálom felderíteni az illető szemét. Akkor mégis az orvoslás és az orvosi hivatás összekapcsolódott a művészettel. Igen. Egy véletlen folytán. Igen, bár ugye amíg orvos voltam, addig teljes valómmal orvos voltam, és gyűltek az ismeretek, és a vágy bennem, hogy a művészettörténettel is foglalkozni kellene, de hát ugye mind a kettő teljes embert kíván, és egymás mellett úgy éreztem, hogy csak félkarú óriás lehetek, hogyha szabad ezt a kifejezést használnom. De aztán lassan fokozatosan kiépült egy átkötő ív az orvostudomány és a művészettörténet pillérei között. Ez hangsúlyozom, átkötés volt és nem szakítás, amely miután befejeztem az aktív orvosi pályafutásomat, akkor lett teljes egészében hát helytörténeti, művészettörténeti kutatásokkal foglalkozó időtöltés. Akkor kezdett jobban Riprónai életével is ismerkedni? Igen, mert bárhova nyúltam ebben a témakörben. Jó, mondjuk Kaposváron azért tegyük hozzá elengedhetetlen, tehát Riprónait nem lehet kikerülni a városban. Igen, hát különösen most már ugye a város szimbólumává nőtte ki magát, akkoriban még nem. Ugye 1996-ot írunk, akkor még nem volt ez a nagy riplikultus, mint ami most van. De valóban a Riprónai életrajzban annyi, bár rengeteg irodalmi adattal rendelkező, több mint 3000 forrás van a bibliográfiában, még mindig vannak olyan területek, amelyek nem kellőképpen föltártak, és pont ilyen volt ez a háborús időszak, amikor ez az ominózus portré készült, úgyhogy akárhova nyúltam mindenhol, vagy ürességet találtam, vagy téves megállapításokat. Ugye Riprónai a maga módján haditudósító volt, hogyha azt nézzük, mert nem szavakban, hanem képekben tudósított. Igen, hát ha így vesszük, akkor igen, de hogyha a valóságot nézzük, akkor nem. Ugye, mert... Mi az, ami mondjuk ebből az időszakból kiderült ön számára Riprónairól? Azt, hogy semmi sem úgy van, ahogy leírták. Mert ugye elterjedt a nézet, hogy haditudósító volt, hogy behívták katonának, a frontra ment, stb. Na most őt nem is hívták be katonának, mert a katona köteleskort akkor már betöltötte, 62 éves volt, tehát nem kellett katonának lenni. Azon kívül volt egy lehetőség, hogy a hadsereg a frontra látogatóba levitt művészeket, akik ott hát kvázi nézelődtek, szemlélődtek, és hát néhány alkotásukat le kellett adni ennek fejében a Hadtörténeti Múzeumnak, vagy a Bécsi Kriegsarchívnak, akkor így hívták ezt az intézményt. No, így került aztán Riprónai. Ő nem akart katona, nem is volt. Le is írja az 1917-es kiállítási katalógusának az előszavában, hogy
A frontvonalban soha nem voltam, a lövészárokban soha nem voltam. Ő úgy ment le a frontra, valóban, mint egy látogató, nézelődött, sétálgatott, élvezte a népszerűséget, mert tudták, hogy kiről van szó, hiszen egy eléggé jelentős katona kísérte, aki nem volt más, aki be volt osztva a Riplónai mellé, mint Oszkár Kokoska, úgyhogy Kokoska vigyázott a Riplónaira. Ez is egy olyan része a történetnek, amit megérte, hogyha egy kicsit alaposabban kibontjuk, mert elterjedt az a nézet, hogy micsoda nagy festő a Ripley, mert nagyon nagy barátai voltak, és akinek ilyen nagy barátai voltak, vagy barátja volt, mint Oszkár Kokoska, az tulajdonképpen a Kokoskának a fénye vetült rá a Riplónaira is, holott ebből sem igaz semmi, mert Kokoska minden jót, ami a fronton történt, az Riplónainak köszönhetett, mert kvázi Riplónai árnyékában érte meg azt a kiváltságos helyzetet, amitől iszonyatos módon félt. Mi az, amit még rejt Riplónai élete, ami mondjuk máshogy szerepel a leírásokban, és máshogy történt? Hát... Sok-sok ilyen van? Vannak, igen, vagy van ilyen. Csak egyet említek, a kaposvári Kossuth szobor története. Ez is fölmerült, hogy ugye Riplónai nagyon nem akarta, hogy a Kopics készítse el a Kossuth szobrot, ő Vedres Márkot szerette volna. Ez is, hát hogy mondjam, egy kicsi gellert kap ez a történet, mert lényegében nem annyira a Kopics műve ellen harcolt, hanem inkább az ő szabadkönyves barátját, Vedres Márkot szerette volna helyzetbe hozni. De a végeredménye ma is elégedettek lehetünk. Olyannyira, hogy a Fekete István, a dr. Fekete István, aki ügyvéd volt, és a korabeli társaság és művészeti közéletnek hát egyik kiemelkedő alakja volt, ő a Németh István szobor elkészítésére egyenesen pár évvel később, 11-ben készült el a Kossuth szobor, és jó pár évvel később Németh István halála után azt a Kopicsot kérte fel a szobor elkészítésére, vagy azzal levelezett, akit végül is hát előtte eléggé, hát hogy is mondjam, sértegető módon illetett. Azért a helytörténetbe is bele kellett, hogy ássa magát. Hát ez egy nagyon izgalmas dolog. Számomra nagyon fontos volt a kaposvári Bezsenyi Szabadkönyves Páholy történetének a feldolgozása. Miért? Ez nagyon fontos volt, több okból is. Egyrészt, mert teljes, hiteles forrásanyag állt rendelkezésemre, ugyanis a Páholynak az iratanyaga teljes egészében megmaradt. Amikor a Páholyokat betiltották 1920-ban, tehát nem 19-ben, mint ahogy a köztudatban elterjedt, hogy a tanácsköztársaság betiltotta a szabadkönyves páholyok működését, nem, azt 20-ban tiltották be a destruktív törekvései, mármint a szabadkönyvesi destruktív törekvései és a Trianonnal kapcsolatos történések összekapcsolása révén, akkor begyűjtötték ezeket az iratokat, és a Páholynak a teljes archív iratanyaga nem semmisült meg, hanem levéltárba került. Úgyhogy kutatható. Na most annál pontosabban nem lehet valamit feltárni, mint amikor az eredeti dokumentumok alapján dolgozunk. A szabadkönyvesség egy olyan hatalmas téma, és annyira szerteágazó, és annyi misztikum, mendemonda, mese, igazság rárakódott, ez az teszik színes, vagy színesíti a történetet, hogy ebben legyen a talpán, aki ebben el tud igazodni, és általában ugye ilyen prekoncepciók alapján közelítenek a témához. Na most én ebben is szerencsés voltam, mert valóban a tiszta forrásokhoz tudtam visszanyúlni. Na akkor menjünk sorban. Kik alkották a helyi szabadkőműves társaságot, és miről, mit ténykedtek, miről beszélgettek, mi volt a fő feladatuk? A Szabadkönyves Páholy alapja a Szabad Líceum Egyesület volt Kaposváron, 1901-ben alakult. Elsősorban pedagóg tanárok, középiskolai tanárok voltak azok, akik hát a kultúra és a műveltség elterjesztésén fáradoztak. A Szabad Líceum Egyesület az tulajdonképpen, ha szabad így mondani, egy kulturális egyesület volt, olyasféle, mint most a TIT, vagy pár évvel ezelőtt a TIT. Tehát a művelt közönség, ez volt a szlogenjük, hogy a műveltséget a középosztály körében terjeszteni. Tehát ez volt az a mag, akiknek, amely egyesületnek a pestiekkel nagyon szoros kapcsolatuk volt, és Endrei Ákos, a kaposvári középiskola tanára,
hozta tulajdonképpen a szabadkönyves eszméket Kaposvárra, és úgy alakult meg ez a páholy, hogy a benne lévők előtte valamennyien a Szabad Líceum előadói tagjai között voltak, és szépen fokozatosan, folyamatosan kerültek, hogy úgy mondjam, a szabadkönyvesség bűvkörébe. Mi lett ezzel az értelmiségi csoporttal 1920 után? Egy részük megtagadta korábbi szabadkönyves múltját, belesimult az új rendszerbe. Egy kisebb részük a kaposváriaknak némi üldöztetést szenvedett, de igazság szerint nem voltak jelentős retorziók. Egyetlen egy tanárt, a Vajtót tiltották el a pályájától, és egy Kaposvárról elszármazott tag, a budai, a Szolnokon életével fizetett, a tanácsköztársaság alatt tanúsított kérelhetetlen magatartásáért. De tulajdonképpen szép csöndesen úgy tűnt, hogy elhalt, megszűnt. Egy részük az akkori történelmi környezetben ugye a Trianon ódiumát magára vonva, vagy rájuk vetülve, jobbnak látta, hogyha felhagy ilyesféle tevékenységgel. Ugyanis egy borzasztó nagy hibát követtek el, a szabadkönyves főmester, a Bakonyi annak idején azt mondta, hogy a tanácsköztársaság, vagy a tanácskormány a mi, tehát eszménynek a megvalósulása, és hát ezt később aztán föl lehetett használni, amikor már a polgári, vagy a köztársaságból a tanácskormányba, vagy nevezzük a vörös terrorba át, fejlődött a dolog, akkor ezek az emberek nagyon sokan ott tisztséget vállaltak, és azzal, miután a főmester kinyilvánította, hogy ez a mi eszméink megnyilvánulása, bizony egy olyan billogot sütöttek a saját homlokukra, amit a mai napig nem tudott a szabadkönyvesség lemosni magáról. Kanyarodjunk kicsit vissza a művészethez, hiszen itt vagyunk a Riprónai Ödöngyűjteményben, és hát róla is beszéljünk egy picit. Ugye Riprónai József testvére volt, nem festő, hanem műgyűjtő. És amint beléptünk ebbe a terembe, ön már említette, hogy ezt a képet is ismeri, azt a képet is ismeri. Miért különleges ez a gyűjtemény? Kiket gyűjtött Riprónai Ödön? Mennyire ragaszkodott azokhoz a művészekhez, akikkel mondjuk a testvére jó kapcsolatot ápolt? Hát igen, a kérdés egy picit árnyalom, kicsit messzebbről közelítek. Ha szabad ezt a, hogy mondjam, kifejezést használni, Riprónai Ödön egy mindenevő gyűjtő volt. Minden, ami különleges volt, szép volt, és a kezőügyébe került, azt megszerezte magának. Tehát ő nem csak képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezett, hanem az ő gyűjteményében népművészeti tárgyak, régészeti tárgyak, magyarul minden, ami a látókörébe került és megtetszett neki, az begyűjtésre került. Természetesen az utókor számára elsősorban, ha a Riprónai Ödön gyűjteményéről beszélünk, akkor a festészeti anyag az, ami a leghangsúlyosabb. A zöme az nyilván a szeretve, tisztelt, imádott báty József munkáiból tevődött össze, és hát lényegében azokat a festőket gyűjtötte be előszeretettel, akik Riprónai József baráti köréhez, vagy szellemiségéhez közelebb álltak, illetve véleményem szerint a Riprónai József a sugott is neki, hogy kitől lenne érdemes venni. Azon kívül volt ennek egy praktikus haszna, mert hát nyilván olcsóbban meg tudta szerezni az alkotásokat, vagy ha nem is olcsóbban. Baráti áron. De, igen, de válogathatott, mert volt egy olyan jó ajánlója, mint a József. Székely Bertalan, Meggyászki és Munkácsi jól csengett? Igen, igen. Ugye most legalábbis én ezen alkotók munkái előtt ülök. Igen, hát ugye ők nagy nevek, mondjuk a Munkácsit emelem ki, mert ennek a képnek is van egy története. Ez most nem szépen hizelgő Riprónai Ödönre vonatkozva. A Színyei Mársének egy nagyon friss, nagyon üde kis vázlata, a hinta az Ödön gyűjteményében volt. És a Nemes Marcell, aki egy nagyon nagy magyar műgyűjtő volt, talán a legnagyobb magyar műgyűjtő, nem csak abban az időben, hanem mából visszatekintve is, addig kunyarálta, amíg elvitte azt a képet, és helyette adott egy Munkácsi vázlatot. Na most ez a csere, ez aztán nagyon rossz csere volt. Miért?
azért, mert a munkácsiban csak a nevet vettem meg, nem a művet, vagy a kvalitást. Ugyanakkor Szinyeinek az a kis vázlata, az annyira üde, annyira nagyszerű kis alkotás, hogy hát majd, ha itt lesz Kaposváron esetleg valami olyan lehetőség, hogy a Szinyei Mársen műveivel közelebbről megismerkedhetnek a kaposváriak, talán látni is fogják majd ezt a művet. Tehát önmagában volt egy jó mű. Tehát egy önmagában lehet tekinteni egy önálló alkotásnak? Hogy? Mint inkább vázlatnak? Hát vázlatként szerepel, de számomra a vázlat és az önálló alkotás közül, ha választani kell, nagyon sok esetben, például Székely Bertalant említettük itt az előbb, az ő vázlatai azok frissebbek, üdébbek, mint a kidolgozott képek, mert sokszor egy kidolgozott kép addig van fejlesztve, érlelve, amíg elveszti azt az üde frissességét, az impressziónak, a friss benyomásnak a hatását. Ugye Riprona is azt mondta, hogy amit ő nem tud egyszerre megfesteni, azonnal egy ülésbe, az már nem is lesz jó kép. Tehát ő kimondottan az egyszerre festésnek volt a híve. Van kedvenc művésze? Kedvenc alkotása? Igen, hát hozzám nagyon közel áll a Gulácsi Lajos. Azokat a magányos óriásokat szeretem, akik egyedül vívták meg a nagy harcukat, és ezáltal úgy kiemelkedtek, hogy mint a sziklaszírt emelkedik a hegykoszorúból, a Gulácsi, az Egri, a Mennyánszki, és hát a Csontvári, ugye, hát talán bele kellett volna kezdenem. Említettem Mennyánszkit, és itt is a Riprónai Ödöngyűjteményben van több Mennyánszki kép, és hát az alkotóról beszélt a Riprónai Látogatóközpontban tartott előadásán. Az ő életét dolgozta fel és tanulmányozta. Mi az, amire jutott? Hát több éven keresztül foglalkoztam Mennyánszkival, érlelgettem ezt a témát, mert ez megint bizonyos fokig kényes téma is, mert az ő életében vannak olyan dolgok, amelyeket túlhangsúlyoznak. Magyarul, vagy egyszerűbben fogalmazva, tipikus esete annak, amikor a művész személyisége és a művész által alkotott művek eltérnek egymástól, az életmű és a művészi produktum szétszakad. És akkor hol a művészi produktumból próbálják megmagyarázni a mestert, hol pedig a mesterből vagy a művészből próbálják megmagyarázni a műveket. Ez nem helyes, mert végül is együttesen kellene ezt kezelni. Az előfordulhat, hogy a hangsúlyokat, és ez jogos, logikus, hogy a hangsúlyokat adott esetben ide-oda helyezhetjük. Állítom, hogy Mennyánszki egy olyan hatalmas egyéniség volt, festői egyéniség, akit még most sem értékelnek kellőképpen, vagy igazán a helyén, mert vagy a tájképeiről beszélgetnek, vagy azt mondják, hogy csavargó volt, és az életvitelét, az attitűdjét hangsúlyozzák ki. Ott az ő emberábrázolásai olyan mély lélektani mélységek ábrázolásaival, olyan mély lélektani mélységekbe juthatunk el, amit talán kimerem jelenteni egyetlen magyar más festővel sem, vagy más festőnél sem. Mit tudott ő? Ő mindent tudott. Ő az emberi lélek mélységeivel foglalkozott elsősorban. Nem érdekelte az élet, mint maga az élet. Ő le is írta, hogy az életen kívül álltam, vagy én azt tudom mondani, hogy az élet fölött állt tulajdonképpen. Ugye az ő buddhizmusa, ami megint csak nem igazán igaz, mert ez nem annyira buddhizmus, mint a hinduizmus volt, a teozófia, amivel ő foglalkozott, és ami az ő életvitelét alakította, az éppen az ilyen elmélyülésekben, transzcendentális állapotokban nyilvánul meg, és ezt vissza tudta adni. Milyen volt alkotónak, és milyen volt embernek? Mert ahogy ön elmondja, elég szélsőséges volt. Igen, kezdjük az utóbbival, az emberként. Emberként ugye nem sokat adott a külsejére, a megjelenésére, mert ugye minden múló hangulatnak fogott fel, tehát ennek ő nem tulajdonított jelentőséget. Ugyanakkor nem voltak igazi társai, mármint úgy értem itt a társakat, hogy tanítványai. Magányos nélkül, farkas volt? Magányos volt, igen. Valamennyi rövid ideig a Farkas István nevű festővel, aki a Zinger és Wolfner Irodalmi Intézet tulajdonossának, a Wolfner Józsefnek a fia volt, Farkas István, nevelt fia Farkas István, őt tanítgatta, de aztán a Farkas István is egy nagyon erős egyéniség volt, az ő munkáiban nem érződik ez a
mester tanítványi viszony, viszont akinek érződik, és ez az egyetlen ember, akit közel engedett magához, az Katona Nándor volt, akinek a festményei, tájkép festményei nagyon hasonlítanak Riprónaihoz. Ő gyerekkorában fiatal felnőtt, de inkább talán gyerekkorában került Mennyászki közelébe, és hát a visszaemlékezései szerint őt Mennyászki nem csak mint inast, mint tanítványt, hanem mint férfit is használta. Nem titkolta másságát? Nem. Nem, naplójában ő erről sokat beszélt, ez köztudott volt, de abban az időben, ugye most 120 évvel korábban járunk, mint amikor most beszélgetünk, akkor ez azért nem egy bevett dolog volt, inkább csak suttogtak róla, mindenki beszélt róla, izgató jelenség volt, mindenféle történeteket fűztek hozzá. Az kétségtelen tény, hogy számtalan kapcsolata volt, és ő ezekről pontosan naplójában név és cím megjelölésével hát listát vezetett. Ez mennyire volt önnek újdonság? Nem különösebben, mert az életrajzokban erre már történt utalás. Inkább az volt a számomra újdonság, és nagyon-nagyon fontos, hogy Markolya Csilla nevű művészettörténésznő bátran hozzányúlt ehhez a témához, feldolgozta tökéletesen úgy, ahogy kell, nem kegyeletsértően, nem dehonestálóan, hanem helyére téve a dolgot, magyarázta a jelenségeket, és ez számomra is közel állt, mert én is körülbelül így közelítek ehhez a témakörhöz. Mennyászki Riprónai a kutatási témája volt eddig. Mi a következő, vagy ki a következő? Mert ugye kedvencek között jó pár nevet említett. Nem tudom megmondani, mert most helytörténeti kutatásokkal foglalkozom, inkább azokban mélyültem be, például a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egyletének a történetét dolgoztam fel. Két tanulmányom is készen áll, az egyik meg is jelent, a Somogy megyei Vöröskereszt Egyletnek a története, a másik meg, hogyha Isten is segít bennünket, akkor a kaposvári Vöröskereszt története, a Kaposvár helyzete az első világháborúban tanulmányokat tartalmazó kötetben vár megjelenésre, ami hát a jövő zenéje, hogy mikor fog megjelenni. Azt gondoltam, hogy ez a témakör is alaposan fel van dolgozva, körbe van járva, de mint kiderült, abszolút újdonságban nyúltam vele, mert még a helyi Vöröskereszt sem foglalkozott az elődeinek a történetével. Miért éppen a Vöröskeresztet választotta témául? Ugye a téma olyan szempontból adott volt, hogy az első világháború és Kaposvár viszonylatával kellett foglalkozni, és hát talán szerencsém volt, hogy pont egy olyan témához nyúltam, hogy az egészségügy pontosabban, talán így szólt a felkészülés, hogy a Kaposvár egészségügye az első világháború idején. Tehát akkor megint visszakanyarodunk a szakmájához. Igen, igen. Pontosabban nagy hasznát veszem a szakmai ismereteknek a téma feldolgozásánál, mert mégis, hogyha egy-egy elejtett mondat szerepel a levéltári forrásokban, mert ugye itt levéltári források alapján dolgoztam meg, én akkor nem kell keresgélnem, hogy vajon ez orvosi szempontból vagy egészségügyi szempontból mit jelent. Milyen hiányosságok vannak még a kutatás területén? Mert említette, hogy még gyerekcipőben jár. Hát én most befejeztem 1919-ben a történetet. A hiányosság, hogy 1919-től 1945-ig, tehát a Vöröskereszt története a II. Világháború alatt, mert ahogy az első világháború idején ugye a Kaposvári Színház teljes egészében Vöröskeresztes kórház volt, és 198 férőhelyjel ápolták itt a katonákat, a meglévő vagy az akkor kialakított katonai kórházakban is majdnem 4000 sebesült volt, erről sem nagyon tudnak, egész barakváros épült Kaposváron a katonák ellátására. Ugyanígy a II. Világháború ideje alatt is számtalan Vöröskereszt által fönntartott intézmény működött, nevezzük intézménynek, ahol ápolások történtek, ezeknek a feltárása is érdekes lehet. Tehát akkor van még munka bőven. Ezt nem lehet befejezni, ezt csak abba hagyni lehet. De hogy így kiveszem a szavaiból és a beszélgetésből, és ne haragudjon meg érte, nyughatatlan ember. Mert mindig valamin dolgozik. Hát szokták mondani, hogy örökös tetvágy sarkal, ugye ez ilyen nagyon szépen hangzik, de ezt el is fogadtam magamra, mert valóban, hát nézze,
minden embernek kimondva vagy kimondatlanul törekvése, hogy valami nyomot hagyjon maga után. Most ez lehet, hogy hiúságnak tűnik, de én is szeretnék valami nyomot hagyni magam után, és ha lehet nyomot hagyni, olyan nyomot, ami a közösség javára is szolgál. Ez most ilyen nagyképűen vagy ilyen fenengzősen hangzik, de nem, mert amit kutatok, amit tettem, ezt a városom polgáraiért, a városért is teszem, mert szeretném, hogyha ezt a várost, ezt minél többen alapjában, mélyebben megismernék. Akkor további jó munkát és tartalmas munkát kívánok Önnek. Önöknek köszönjük a figyelmet, miért a legközelebb is várjuk Önöket, tartsanak akkor is a Somogy Televízióval, viszontlátásra!